Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vers napról napra. Napi opera. Száll a holló rendületlen, zászlainkról égre lebben. 1443. február 23-án Kolozsváron születik Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János kisebbik fiúgyermeke, Mátyás. Erkel Ferenc operájában a kis Mátyás mellékszereplőnek tűnik, azonban jobban megfigyelve a mű fináliának végét, a László lefejezését követő kisimuló akkordokat, nem szabadulunk a képtől, hogy a báty élet áldozatának árnyékában sértetlen marad a fiatal Mátyás, a jövő nagy magyar királya. Testvére halála után 10 hónappal már Mátyás ül a trónon, bár korona csak 6 év múlva érinti homlokát. Megerősíti az országot és meghonosítja a reneszánsz kultúrát. 47 évesen éri a halál. Erkel Ferenc Hunyadiakról szóló alkotása ott van az opera műsorán.